Pónilovaglás, járdafestés és kézműves foglalkozások várták a gyerekeket. Hangulatos családi nap alakult ki szombat délután, miközben a gazdák bemutatták gépeiket. 30 lóerős kis traktorát indítja be éppen Vörös László csantavéri konyhakertész. Eddig kétkerekű kis traktorral művelte földjét. Sokkal nagyobb területét bírunk, sokkal nagyobb kapacitással. Meg hát most nem kell egy kis traktor után gyalogolnom, hanem csak fölülök is, akkor szinte élvezem is az egészet. Röktörők, ezek mennek legelőre, és akkor forgassák a földet, dobálják fel a göröngyöket. Ez pedig mélyebben megy a talajba, meg munkája összesimítse, meg összetömöríti. Vetés előkészítőjét mutatja kőműves Ferenc. A csantavéri termelő már több eszközt is nyert, azt mondja, könnyen megy a pályázás. Most már valami igazi nagy dobásról álmodik, egy nagyobb istállót építene például éppen a jelen körben. Ebből is jól látszik, hogy sokkal nagyobb ütemben fejlődhetnek és bővülhetnek a vajdasági gazdaságok a pályázatoknak köszönve, amit maguk a gazdák is elmondtak saját kézzelfogható előrelépésük alapján. Gyorsabban, hatékonyabban tudják elvégezni a munkálatokat a földeken, többet tudnak megtermelni, eladni, értékesíteni és nagyobb hasznot megvalósítani az új eszközök által. Csantavér egy 90%-ban mezőgazdasággal foglalkozó bácskai település, 153 sikeres prosperitáti pályázóval és 156 millió dinár támogatás érkezett az alapítvány kiírásainak köszönhetően. Ami azt jelenti, hogy a helyiek ügyesen pályáznak, nyilatkozta Juhász Bálint a Pannon RTV-nek. A prosperitáti alapítvány ügyvezetője elmondta, 10 milliárd forint, azaz mintegy 34 millió eurónyi kiutalásnál tartanak, 6200 nyertes pályázóval, és itt az újabb kör is. Hétfőtől nyílik meg, akkor lehet majd regisztrálni a rendszerünkbe. Hétfői nappal meg fog jelenni néhány magyarázat, gyakran ismételt kérdésre a válasz a honlapunkon. Augusztus 2 és szeptember 4 között az informálódás időszaka volt. Sok pályázatra számítunk ebben az időszakban is, vagy ebben a pályázati körben is. A Vajdasági Magyar Szövetség terület és gazdaságfejlesztési programját a magyar állam mintegy 60 milliárd forinttal támogatja.